Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! Kedves testvéreim, mai szentmisénket a Hozsanna énekeskönyv 85-ös énekének első verszakával kezdjük. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, szentmisén kezdetén. Itt, illetve innen a gazdagréti templomból köszöntöm a jelenlévő testvéreimet, és köszöntöm az Apostol Televízió kedves nézőit, akik otthonaikban kapcsolódnak be szentmisénk ünneplésébe. Ezt a mostani szentmisét elhunyt Jancsik István testvérünk lelki üdvért ajánljuk fel, aki hirtelen távozott el közülünk. Két fiáért és feleségéért is imádkozunk. A mai napon Nepomuki Szent János áldozópap vértanúra emlékezünk, a gyónási titok megőrzésének vértanú szentjére. Szeretettel köszöntöm szomszédainkat, telek szomszédainkat itt Budaörsön, hiszen a szomszédos településnek ma búcsú ünnepe van, ahol én magam is szolgálhattam két esztendőt, még papi szolgálatom első éveiben, és így nagy szeretettel gondolok erre a közösségre, Nepomuki Szent János vértanú ünnepén. És mint pap is fontosnak tartom ezt a hősies példaképet a gyónási titok megőrzésének szolgálatában. Imádságos szeretettel gondolunk születésnapján Müller György atyára, akinek a születésnapja alkalmából a Jóisten kegyelmét kérjük, ő is Esperes kerületünk egyik szolgálattevő papja. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Jónom a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem azért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Hirgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Kegyelmez, Krisztus kegyelmez.
Könyörögjünk. Istenünk, te megerősítetted Nepomuki Szent János áldozópapot, hogy az egyház jogait élete árán is védelmezze. Példájára és közbenjárására add, hogy mi is helytálljunk a jog és az igazság védelmében, s vele együtt szentjeit sorába jussunk, a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Szent lecke az apostolok cselekedeteiből. Pál és Barnabás Ikónium városában eredményesen hirdették az Úr igéjét. Emiatt a pogányok és a zsidók vezetőikkel együtt arra készültek, hogy bántalmazzák, sőt megkövezzék őket. Ők azonban megtudták ezt, és elmenekültek Likónia tartomány városaiba, Lisztrába és Derbébe és ezek környékére. Ott hirdették az evangéliumot. Lisztrában élt akkor egy férfi, aki nem tudott a lábára állni. Béna volt ugyanis a születésétől fogva, és még soha egy lépést sem tett. Ő is hallgatta Pál beszédét, aki reátekintve látta rajta, elegendő hite van arra, hogy meggyógyuljon. Hangosan rákiáltott tehát, állj egyenesen a lábadra. Az talpra ugrott és járni kezdett. Amikor a tömeg látta, hogy Pál mit művelt, likóniai nyelven felkiáltott. Istennek szálltak le hozzánk emberi formát öltve. Barnabást Jupiternek gondolták, Pált pedig, minthogy ő vitte a szót Merkurnak. Sőt, a város előtt álló Jupiter templom papja áldozati állatokat és koszorukat hozatott a kapuk elé, és a néppel együtt áldozatot akart bemutatni. Amikor Barnabás és Pál apostol ezt meghallották, ruhájukat megszaggatva a tömeg közé rohantak. Emberek, mit csináltok? Kiáltották. Mi is hozzátok hasonló halandó emberek vagyunk, és éppen azt hirdetjük nektek, hogy ezektől a bálványoktól térjetek meg az élő Istenhez, aki az eget, a földet, meg a tengert alkotta, és mindazt, ami bennük van. Ő az előző korszakban megengedte, hogy a pogányok mind a maguk útját kövessék. Bár létezése akkor sem maradt bizonyíték nélkül, hiszen jót tett veletek, az égből esőt és termékeny időt küldött számotokra, és bőven adott nektek eledelt, s a szívetekbe pedig örömet. Így beszéltek, de így is alig tudták lecsillapítani a tömeget, nehogy áldozatot mutasson be nekik. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Jézus az utolsó vacsorán így beszélt tanítványaihoz. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám is szereti. Én is szeretni fogom őt, és kinyilatkoztatom magam neki. Júdás, nem akarióti, itt közbeszólt. Uram, hogyan van az, hogy nekünk akarod kinyilatkoztatni magadat, és nem a világnak? Jézus így folytatta.
Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk, és lakóhelyet veszünk nála. Aki nem szeret engem, az nem tartja meg tanításomat. Az a tanítás pedig, amelyet hallottok, nem az enyém, hanem az atyáé, aki engem küldött. Ezeket akartam nektek elmondani, amíg veletek vagyok. És a vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttatja mindazt, amit mondtam nektek. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvéreim, itt Gazdagréten és otthonaitokban Szent János evangéliuma feltárja előttünk Jézus szándékát, a legfőbb parancsolat az üdvösség útja vonatkozásában, hogy miként érje el az ember a megújulás ajándékát, az Atyával való teljes életközösség lehetőségét, vagyis az üdvösséget. Jézus az utolsó vacsorán új parancsot ad tanítványainak. Eltűnöttünk ezen az új parancson éppen a húsvét 5. vasárnapi evangélium nyomán. Mit jelent, hogy új parancs? Mit kíván újdonságként Jézus? Azt, hogy az ő mértéke szerint, illetve határtalan szeretetét utánozva, az ő szellemében, lelkületével éljük meg a szeretetet, főképpen a közösségre gondolva. A Szentírás elemzői felhívják a figyelmet arra, hogy a Jánosi evangéliumban a közösség belső szeretet légkörére irányul a figyelem, és így kell a parancsnak, a szeretet parancsának újdonságát is értelmezni, hogy mindazok, akik Jézussal bensőséges szeretet közösségben vannak, ezáltal az Atyával, az Istennel kerülnek szeretet közösségbe, és ennek a ténynek, ennek az isteni szeretet áramlásnak kell utat biztosítaniuk egymás felé is. Vagyis a közösségnek, a tanítványi körnek az egymás közötti benső szeretet közösségét hangsúlyozza az Úr Jézus. Ezt hallottuk ma is, hogy ha megtartjuk az ő tanítását, akkor megmaradunk a vele való szeretet közösségben. És ez lesz aztán az erőforrás, amikor majd bizonyságot kell tenni a világ felé is Jézusról, hogy ez a belső szeretet kötelék, ez megerősíti a közösség tagjait. Legfőképpen majd a Szentlélek az, aki megerősíti a közösséget és a tanúságtevő tanítványt. És így lehet a világ elé állni. Júdás apostol, hallottuk, hogy nem a karióti, az áruló Júdás, hanem Júdás Tádé. Fölteszi a kérdést, hogy miért nem a világnak nyilatkoztatod ki magadat. És az Úr Jézus azt akarja, hogy a tanítványaink keresztül nyíljék meg, és tárulkozzék fel az evangéliumnak a titka, és a Szentlélek erejével így álljanak a tanítványok a világ elé. Ez a lelkület adott az egyház történelmében minden korban hősies lelkületet a vértanúknak, akik, amikor az egyház iránti hűségüket tanúsították, akkor
nem egy emberi közösséghez való ragaszkodásról tettek bizonyságot, hanem az Úr Jézus iránti szeretetről. Ugyanis Nepomuki Szent János, akit ma ünneplünk, a 14. század szentje, Csehország szentje, aki Nepomuk községben született 1330 körül, és 1393 a vértanúságának az éve. Belegondolok abba, hogy magam is most éppen ebben az életkorban vagyok, ahogy ő vértanú lett. Nepomuki Szent János az egyház érdekeit védelmezte, de ez nem valami egyház szervezeti makacság, hanem a Krisztus iránti hitnek, éppen ennek az egyházon belüli belső szeretetnek a megvalósulása. Felszentelése után Prágában hitszónok volt, érseki titkár, majd kanonok, végül általános érseki helytartó. Negyedik Vencel király udvari alamizsnása, vagyis a jótékonykodásnak a felelőse volt, és Johanna királynénak a gyóntatója lett. A felajánlott püspöki méltóságot nem fogadta el, mivel, mint említettük, az egyház jogait hősiesen védelmezte, három főpappal együtt a király elfogadta, kegyetlenül megkínoztatta, és kényszeríteni akarta őt arra, hogy fedje fel, mint feleségének a gyóntatója, a gyónási titkot. 1393. március 16-án, mivel ez a kényszerítés hiába való volt, Jánost a Károly hídról a Moldva folyóba dobták. Majd pedig április 17-én csodálatos módon találták meg a holttestét, és eltemették a székesegyházban, mint az Úr Jézus iránti szeretett hős vértanúját. Kedves testvéreim, íme egy szent, egy vértanú, ki rávilágít arra, hogy mit jelent Jézus új parancsa a szeretetben. Hogy mit jelent helyes értelemben a nem hivalkodó, nem belterjes keresztényi szeretet, hanem az egymást hitben megerősítő szeretet kötelék, amely az egyházat jellemzi. Mi a bensőséges és egymás iránti szeretetünkben nem akarunk senkit kizárni ennek a lehetőségéből, hanem éppen ellenkezőleg befogadó szeretetet tanúsítunk, hogy minél többen érkezzenek el a közösségünkbe való belépés által az Úr Jézussal való személyes szeretet közösségre. Ez a példa áll előttünk a mai napon, így próbáljuk megélni folyamatosan azt az krisztusi szeretetet, amelynek legfőbb példája maga az Úr Jézus, aki azt mondta magáról, úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Amen. Testvéreim, Nepomuki Szent Jánost a gyónási titok vértanújaként állítja elénk az Anya Szent Egyház. Az álhatatosság kegyelméért imádkozzunk együtt. Add, Urunk, hogy kegyelmed segítségével minden parancsodat pontosan teljesítsük. Kérjük téged, hallgass meg minket. Add, hogy értékeljük és szeressük a hallgatás csendjét. Kérjük téged, hallgass meg. Add, hogy gyakran járuljunk a kegyelmi élet megújításának szentségéhez, a Szent Gyónáshoz. Kérünk téged, hallgass meg minket.
Add, hogy a vértanúk szeretetével szeressünk téged. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy földi életünk utolsó órájában bűnbánó szívünk elnyerje a szentségi feloldozás kegyelmét. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy hirtelen elhunyt István testvérünk, akiért a szentmisét fölajánljuk, elérkezzen a te boldogító színelátásodra. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk Jézus Krisztus, te adtál erőt Nepomuki Szent Jánosnak, hogy a kegyetlen zsarnok fenyegetése ellenére véreontásáig hűséges maradjon hozzád. Kérünk, erősíts bennünket kegyelmeddel, hogy mi is hűségesek maradjunk, és egész életünkkel szeressünk téged, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Folytatjuk a 85-ös éneket a felajánlási verszakkal. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára. Urunk Istenünk, szent titkaid, gyújtsák lángra bennünk azt a tüzet, amely Nepomuki Szent János áldozó pap szívét a szentmise áldozat bemutatása közben hevítette, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus a húsvéti bárány, mert odaadta érettünk életét, a régi áldozatok helyett kereszthalála lett a tökéletes áldozat, és üdvösségünkért felajánlva néked önmagát, ő lett a főpap, az oltár és az áldozati bárány. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok, a te dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik. Áldott, aki jön az Úr nevében.
szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ. Mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Hadd, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal, Nepomuki Szent János áldozó pap vértanúval, Szent angyalaiddal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősíts meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat és Péter püspökünket, Ferenc és Gábor segédpüspökeinket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Emlékezzél meg a hirtelen elhunyt István testvérünkről, akit magadhoz szólítottál ebből a világból. Hadd, hogy aki a keresztségben titokzatos módon részesült fiat halálában, részesüljön fiat feltámadásában is. Amikor a holtakat életre kelti a föld porából, és romlandó testünket
megdicsült testéhez hasonlóvá teszi. Többi elhunyt testvérünket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ott majd reményünk szerint velük együtt mi is, dicsőségedben örökre részesülünk, amikor letörölsz szemünkről minden könnyet, és színről színre látunk téged, Istenünk. Hasonlók leszünk hozzád mindörökre, és szüntelenül dicsőítünk téged, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben. Minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal merünk Atyánkhoz így imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek, ezért kérjük. Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Kedves testvéreim, most a 132-es hozsanna éneket fogjuk énekelni.
Kedves testvéreim, a lelki áldozás imádságával vállaljuk az ima közösséget azokkal a testvéreinkkel, akik otthonaikban ünneplik a Szentmisét média szolgálatunkkal, és lelki közösségben most vágyakoznak arra, hogy az Úr Jézust kegyelmi módon szívükbe fogadják. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költöz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Urunk Jézus Krisztus teste, őrizzen meg engem az örök életre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni, életemben és halálom után is. Amen. Könyörögjünk, mindenható Istenünk, az erősek kenyere, amelyet erről az oltárról magunkhoz vettünk, adjon nekünk bátorságot, amint Nepomuki Szent János áldozópap vértanút győzelemre segítette az egyház jogainak védelmében, Krisztus a mi Urunk által. Amen. A Szent Mise végén a bátor és az egyház hű lelkülethez és a belső krisztusi szeretet megéléséhez a Szentlélek kiáradását kérjük a 97-es ének első és második versszakával. A Jóisten áldását erre kérem most rátok, hogy legyen meg bennünk Krisztus új parancsa szerint az a szeretet, amelyet ő tanítványainak bemutatott. Ezt kérem jelenlévő gazdagréti testvéreimre, valamint az Apostol TV és a Hegyvidék TV kedves nézőinek életére. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Menjetek békével, szolgáljátok Istent és embertársaitokat. Istennek legyen hál. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértése ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek veszélyre körül járnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozott helyére. Amen. Jézusom szent szíve, remélek és bízom benned. Szűz Mária kegyelmek anyja, könyörög érettünk. Magyarok szent őrangyala, könyörög érettünk. Szent Pió és Szent Sárbel atya, könyörögjetek érettünk. Mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei, könyörögjetek